Az építészet világnapja annyira fontos eseményünk, amelyhez a Pro Architektúra díj megalapításakor és annak újra gondolásakor is különös tekintettel voltunk. Éppen ezért októberhez kötődik az építészetért, az épített környezetünkért fáradozók, alkotók, hallgatók, oktatók, közéleti szerepet vállaló személyeknek a kitüntetése, hogy azokat egyre jobban megismerjük, a társadalom is nagyobb figyelmet tudjon rájuk fordítani. A Magyar Építőművészek Szövetségének célja, hogy véleményt nyilvánítson a minőségi épített környezet érdekében, hogy bekapcsolódjon a körülöttünk lévő kulcsfontosságú problémákat megvitató globális diskurzusokba, fókuszba helyezve a zöldebb, egészséges életet, környezetet, hogy a hazai példákon keresztül bemutassuk a fenntartható, környezettudatos építészetet és a megvalósult jó példákat. A mobilitás és az általános növekedési kényszer, ami jellemzi az egész világot, fölrobbantotta a városokat, az építészek által létre, évszázadok, évezredek alatt létrehozott és az építészek tesztisét biztosító városokat, és ezek a városok szétterültek a tájban. Átalakul a lépték, folyamatosan új arányokat kell tanulnunk. Hozzá kell ehhez szoknunk, és ez nagyon kemény dolog. Mindenki gyűjt valamit. Címeres bontott téglát, kincstárjegyet, szarvastrófeát, ingatlant. Mintha minden készen lenne már, csak össze kellene szedni a dolgokat. Ez egy 840 ágyas felnőtt részlegből áll, egy közbelévő oktatási tömbből, és egy 360 ágyas gyermekanyacentrum volt, tehát valójában ez egy két komoly nagy intézmény, egy épületbe elhelyezve. Az egészségügyi építészet, a kórházépítészet terén még lenne hova fejlődnünk. Úgyhogy én nagy örömmel hallgattam a mai előadásokat, különösen a Nóta Tamás előadását és a Burján Gergő előadását is, mert azt látom, hogy most végre a magyar építészek, a magyar építészet kap egy olyan lehetőséget, hogy ezen a téren is valami olyasmit alkosson, olyan épületeket valósítson meg, amelyek utána a világ bármely táján épült kórházakkal is össze tudják magukat hasonlítani, és amelyek versenyre kelhetnek ezekkel az épületekkel. Horváth Anett vagyok. Néhány évvel ezelőtt az egyetemi tanulmányaim során egy kutatómunkát végeztünk debreceni építészek munkásságáról. Ekkor volt szerencsém személyesen is megismerni egy kedves hallgatótársammal együtt Szabó Jánost. Szépen köszönöm édesapám nevében, és hát sajnálom, hogy én veszem át helyette, mert azt gondolom, hogy ez valóban az ő kezébe magyar kellett volna. Magyar építőművészért tért érem, emlékérem, és köszönjük szépen, és gratulálok. Nagyon szépen köszönjük.